Június 7. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a testedet. Ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett, hogy az Isten felne háborodjék a te beszéded miatt, és elneveszítse a te kezed munkáját. Prédikátor 5: -6. Sokan engednek meg maguknak olyan cselekedetet Isten és a szent angyalok figyelő tekintete előtt, amelyeket nem tennének meg embertársaik jelenlétében. József első gondolata azonban Isten volt. Noha emberi szemek nem láthatták a jelenetet. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan védkezném az Isten ellen? 1 Mózes 39.9 mondta az őt kísértő asszonynak. Ha soha nem feledkeznénk meg arról, hogy Isten látja, hallja és pontosan nyilván tartja minden szavunkat, tettünket, és hogy mindezekről számot kell adnunk, akkor félnénk védkezni. Gondoljunk arra, hogy bárhol vagyunk és bármit csinálunk, mindig Isten jelenlétében vagyunk. Semmi sem kerüli elfigyelmét, nem rejthetjük el útjainkat a magasságos elől sokan szigorú emberi törvényeket is áthágnak, gyakran jól leplezve, büntetés nélkül. De nem így van ez Isten törvényével. A legsötétebb éjszaka sem rejti el a vétkezőt. Gondolhatja azt, hogy egyedül van, de a valóságban minden tettét láthatatlan tanú figyelme kíséri. Még szíve indítékai is nyilvánvalók Isten előtt minden tettet, minden szót, minden gondolatot olyan pontosan megörökítenek a mennyei feljegyzések, mintha az egész világon csak egyetlen ember léteznék, és a menny minden figyelme őre -e összpontosulna. Pátriárkák és proféták József Egyiptomban című fejezetből.